2014 óta szolgálja a helyi és környékbeli közösségeket a tatai jégsátor. A kisméretű pályán évek óta a nagy közönség, a diákok és a sportolók is lehetőséget kapnak. A településen és a környéken is egyre népszerűbb a jégkorong, amiben már komoly eredményeket könyvelhet el a Hódi Sport Egyesület. Nagyon fontos, hogy Tatán nagyon élénk is jégkorong élet is kialakult, úgyhogy egész kicsi gyerekek, 7 éves gyerekektől kezdve egészen a 50-60 évesekig lejárnak gyakorlatilag minden nap hokizni, korongozni, és hát a tatai hódok meg működnek, és az U14-es korosztály különösen jól teljesít ebben a szezonban, hiszen az úgynevezett U14-3x3-as bajnokság nyugati csoportját hibátlan teljesítmény, tehát 100%-os teljesítménye, és 171-es gólkülönbséggel vezetik a fiúk, úgyhogy nagyon büszke lehet rájuk Tatán. Bár most a szünidő idején elsősorban a lakosság részéről a legnagyobb az érdeklődés a korcsolyázás iránt, az üzemeltetők külön kiemelték, a környék iskolái a tanítási időben kedvezményesen foglalhatják le és vehetik igénybe akár egy-egy testnevelés óra erejéig a pálya szolgáltatásait. Ez a jégpálya arról is szól, hogy a köznevelés segítse, tehát ugye itt van a Kőkuti általános iskolába, tehát ez azt jelenti, hogy délelőtt az iskolai tanórák, tehát a testnevelés órák keretén belül veszik igénybe, viszont szeretnénk lehetőséget biztosítani a nem tatai iskolák számára is, hétköznapokon, tanítási napokon, hogy 14 órától 16 óráig használhatják kedvezményesen a pályát. Úgyhogy nagy szeretettel várjuk a környékből az iskolákat, főiskolai csoportokat, baráti társaságokat, hogy jöjjenek és vegyék igénybe a jégpálya bérlés szolgáltatást. A jégsátor az ünnepek alatt is igyekszik kiszolgálni a nagy érdeklődést, ezért csak december 24-én, 25-én és január 1-én tartanak zárva, a többi napokon a szokásos nyitvatartási rendben várják a vendégeket.